Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Kis türelem. Relatíve kimerítő hosszú beszélgetésre kell számítani, ezt is megmondom, hogy miért. A vonalban Tóth Csaba országgyűlési képviselő, a Szocialisták Önkormányzati Csapatának vezetője, de nem frakcióvezető, hiszen nem lehet egyszerű önkormányzati képviselő és országgyűlési képviselő is. Bizonyos szempontból határhoz érkeztünk a tekintetben, hogy hogyan folytatható, és aztán, ha folytatható, akkor hogyan folytatható az együttműködés. Nevezetesen azért, mert egy delikát helyzet jött létre abból adódóan, hogy az országgyűlési választásokkal kapcsolatban előválasztás lesz, és az előválasztás érinti Zuglót is, ahol két olyan személy van, és ez megkülönbözteti jelenleg az összes többi 105 körzettől, ahol az a két személy, akiről már lehet tudni, hogy indulnak, olyan helyzetbe keveredtek szándékosan vagy véletlenül egymással szemben, amely tartósan talán egy politikai bulvárműsorban fenntartható, de egy magára valamit adó, de a Fialaképpen, mindenféleképpen a Fialára adó műsorban biztos, hogy nem. És akkor ennek a részletei fognak most következni. Április 13-án beszélgettünk, utoljára Tóth Csaba hatházi csak mandátumot próbál szerezni Zuglóban. Ezt megírta a 168 óra, ön kirakta a saját Facebook oldalára, és én, aki megcsinálom hétről hétre a slágerlistát, amelynek a jelentősége 10-es skálán 2-es és 5-ös között van, de valamit mutat, hogy hányan kommentálják a 168óra.hu oldalán ezeket a híreket. Ezzel a hírrel a Kejfej Jancsi bekerült az első háromba. Lehet, hogy azóta már növekedett a kommentárszám, de 417 kommentárt kapott. Ez önmagában egy fontos dolog, de külön delikáttá teszi a helyzetet, hogy az első hozzászóló maga Hatházi Ákos, aki azt írta a múltkori beszélgetésünkre, újszerű megközelítés, ha egy politikusnak felrólják, hogy mandátumot akar szerezni. Gondolom Tóth képviselő úr pedig meg szeretné tartani a mandátumat, ezért vett be minden eszközt. Fiala szerkesztő úr pedig lelkesen segít neki. Az viszont biztos hiba, ha egy képviselő nem az őt megválasztó polgárok akaratát képviseli, már pedig a zuglóiak több választáson is megmutatták, hogy elegük van a mutyikból, és határozott ellenzéki politikát szeretnének látni. Eddig szerintem, már mint Hatházi Ákos szerint, csalódniuk kellett, de majd kiderül ősszel az előválasztáson, és ezzel beleértve, hogy nagy valószínűséggel ő figyeli a 168 órát, mert azért az, hogy ő ott, lehet, hogy nem ő az első megszólaló, bár emlékeim szerint ő az első, ezzel mindjárt befolyásolja azt is, hogy a cikk tartalmától függetlenül, vagy némileg függve tőle, hogyan alakul az azt követő kommentárok száma, és hogy alakul a kommentároknak a minősége, és miről szólnak a kommentárok, de ez Hatházi Ákosnak természetesen jogában áll, és lehetősége van rá. Hogyan tekint ön erre a jelenségre, amely most Zuglóban van, és amelynek a konkrétumait az elkövetkezendő percekben kezdjük majd szétszálazni? Hát, ugye, ha egy mondattal akarom összefoglalni, akkor azt tudnám rá mondani, hogy jó úton halad abba az irányba, hogy szétverje a törékeny ellenzéki összefogást. De amiket ő elmond, csúsztatások, ferdítések, mellébeszélések, ez az ominózus mondat, hogy csak mandátumot akar, ez egyébként nem tőlem hangzott el, Harangozó Tamás mondta el ott az Ugró TV vendégeként, hogy meggyőződése, hogy Hatházi csak mandátumot akar szerezni, hisz hogyha komolyan gondolná az emberek képviseletét, a választást, akkor ott indulna Szekszárdon, és aki elő felállítani, hogy jöjjön vissza, mérkőzzön meg vele, hisz ő ott lakik, ott él, ott ismeri a problémákat, a helyi emberek gondjait, problémáit, de hát érthető, hogy nem megy oda-vissza, hisz az előző választásokon ő ott nagyon kikapott, amennyivel ő kikapott, én abban az időben pont annyival nyertem Zuglóban. Tehát ő teljesen világos, hogy oda nem akar menni, fél, elmenekült onnan, jába megmérkőzni a Harangozó Tamással, így aztán olyan helyen próbálkozik, ahol nagy valószínűséggel szerinte könnyen tud majd mandátumhoz jutni. Egy országosi képviselői verseny nem csak egy mandátumról szól, azért ez egy
elkötelezettség az ott élő emberekért végzett munka, a sok-sok hozzáadott érték, tehát hogy ezt nem tudom, hogy hogyan rövidítheti le így egy történetben, egy mondatban, hogy mert nekünk is az a fontos. Nekem nem az a fontos, ha megnézni, mit tettünk ott az elmúlt 10-15 évben, akkor tudná, hogy ez nem egészen így van. Jó, ennek a részletei következnek, arra pedig nekem ugye én rólam bármit írhatnak, tehát sajtószabadságban, de egy Fiala szerkesztő úr pedig lelkesen segít neki, ugye ezzel... Már miben hát azzal, hogy meg szeretné tartani Tóth képviselő úr a mandátumát, ezért vett be minden eszközt, és az eszközök között vagyok én is, úgy tűnik, mert hát hogy én lelkesen... Nem gondolnám, akik segítenek nekem... Jó, az, hogy ön mit gondol az ezügyben... Jó, de az ezügyben teljesen közömbös, ő gondolja így, csütörtökön 7 óra 5 perctől lesz a Kejfej Jancsi vendégem, majd megkérdezem tőle, hogy ezt ő mégis hogyan gondolja. Az előválasztási etikai kódexet április 14-én fogadták el a pártok. Abból adódóan, hogy elfogadták az etikai kódexet, az jelente bármit a tekintetben, hogy az előválasztás elkezdődött, vagy az előválasztás ugyan nem kezdődött el, de mind azok, amelyek az etikai kódexben le vannak fektetve, az már ma április 20-án is él. Ebben segítsen nekem, mert ebben nem találtam fogódzót. Hát elvileg, ha valamit aláírnak, akkor, vagy valamit kitesznek, akkor aznaptól. Gyakorlatilag írták alá. Komolyan is kellene, hogy gondolják. Most annyira gondolták komolyan, hogy másnap már őrúgták. Egyrészt megszólalt a párt elnöke, abban a ominózus interjúban, ahol elmondta a szokásos mondatait, és a hatház is teleszórt az uglót egy gyalázkodó szórólapban. Jó, de most azért óvattal a testtel és a lélekkel. Ön most azt mondja, hogy ez az etikai kódex el van fogadva, de már a második napján az elfogadást követő napon fölrúgták? Lehet, hogy ma aznap, nem tudom, de az eredmény az most ilyen tekintetben lényegte aznap vagy másnap. Így van. Hát a tények azok önmagukért beszélnek. Jó, de ez a dokumentum azt mondja, hogy... aki megsérti az etikai kódex alapelveit, a szövetséges pártok szankciót határozhatnak meg, ami ugye nagyjából, mint a bülbül szavú szöveg, mert ugye az, hogy határozhatnak meg, az önmagában egy feltételes mód, és hogy szankciót határozhatnak meg, miközben ez a szankció nincs leírva, ez így majdnem fából vaskarika. Így van. Vissza is él vele rendesen, úgy gondolja, ez nem vonatkozik. De mit ér az etikai kódex? Ugye én jogból azt tanultam, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyit be lehet belőle tartatni. Illetőleg amit a szankciók révén, ha nincs önkéntes jogkövetés, akkor az állampolgárokat rá lehet venni. Mit ér az etikai kódex, amely egyébként egy ilyen látszólag, vagy valójában megfelelő rész aláhúzandó súlytalan szankciót állapít meg, fürálle felle úgy, hogy legyen, de közben ha mérlegre raknák, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a mérleg bármit kimutatna. Hát ezt a következő idő majd eldönti. Tehát de már eldöntötte. Folytatja a lejárató kampányát továbbra is, és semmilyen szankciója nem lesz ennek, akkor ez pont annyit is ért sajnos. De majd erről később lesz szó, hogy ön már fordult valamilyen grémiumhoz a tapasztalat hát alap. Így, nincsen grémium, ugye a pártok elnökeit tudja az ember ilyenkel felszólítani, akik ezt aláírták, hogy szerezzenek érvényt annak az etikai kódexnek, vagy annak a szellemiségnek, amit ők ott ebben meg akartak fogalmazni, próbáljanak meg ennek érvényt szerezni, hogy ne erről szóljon a kampány, ne erről szóljon majd az előválasztási kampány, hogy oda jön valaki, vádaskodik alaptanul, gyalázkodik, és akkor utána egyébként meg semmilyen következménye nincsen, és jót mosolyog, megcsinálja a balhét, utána tárja kezeit, hát ugyan mit lehet tenni. Ezért kérjük, vagy kérem én a hat aláíró párt elnökét, hogy szerezzenek ennek tényleg érvényt, hogy ez ne fordulhasson. Oké, amikor oda eljutunk, akkor ennek a további részletét is kérdezem. Április 16-a újabb fordulathoz érkezett az uglói előválasztási csata, Hatházi Ákos azt állítja, közvéleménykutatásnak álcázott kérdésekkel járatják le. A Magyar Szocialista Párt
képviselője Tóth Csaba nem tud az akcióról, de a kifogásolt kérdést nem tartja lejáratónak, HVG. Az ismeretlen Ideál Intézet, és se találtam az Ideál Intézet nyomára, de ez nem jelent semmit. Három kérdést tett föl Hatházi múltjáról. Tudta-e, hogy Hatházi 8 évig a Fidesz tagja volt? Tudta-e, hogy 2018-ban Hatházi miatt nem lett ellenzéki összefogás? Tudta-e, hogy egy már megnyert körzetben indulással kockáztatja az ellenzék esélyét 2022-re Zuglóban? Hatházi Ákos erre azt mondta, valakinek ilyen módszerek jutottak sajnos eszében, és Zuglóban sokszor együttműködik a Fidesz és az MSZP, amivel ugye azt sugallja, hogy ez akár ennek a vívmánya is lehet. Ön nyilatkozott a hvg.hu-nak, és azt mondta, tud a közvéleménykutatásokról Zuglóban, de hasonlóról nem hallott. Én azt láttam, hogy Hatházi körbeszórta egy szórólappal a kerületet, most akarjuk megírni a héten elfogadott ellenzéki etikai kódex megsértése miatt a beadványunkat, mert korrupcióval vádolja a baloldali vezetést, és akkor el is jutottunk ehhez a bizonyos pártelnökökhöz való forduláshoz. Nézzük kronológiát tekintve, mit tudunk a Hatházi által körbeszórt szórólapokról? Továbbra is ugye az a kampányol, hogy az elmúlt... De honnan lehet tudni, hogy ez az ő szórólapja? Én nem találkoztam vele. Hát kirakta a saját Facebookjára, amikor dobja egy postaládába, hogy akkor az nehéz letagadni, hogy ezt nem ő csinálja. Mi van rajta? Továbbra is korrupcióval vádolja a baloldali önkormányzati vezetést, az elmúlt, nem is tudom, 15 évet emleget, de hát 15 éve nem volt még baloldali önkormányzati vezetés Zuglóban, de hát a jelenlegi, ugye a Horváth Csaba polgármester, egy szocialista polgármester, az előző ciklusban nagyon jól tudjuk, hogy a jelenlegi főpolgármester Karácsony Gergely volt a polgármester, tehát ezt a önkormányzati vezetést korrupcióval vádolni azért elég nagy felelőtlenség. Erre mondtam azt, hogy ez könnyen vezethet az ellenzéki összefogás szétveréséhez, hogy ezt folytatja tovább. Mit tud ön az Ideál Intézet telefonos akciójáról? Ennyit, amit elmondott, hogy föltettek három kérdést. Én nem tudom abban mondjuk egyébként, hogy abban három kérdést most, amit elmondott, mi a lejárató. Ezek kérdések voltak. Igen, én itt korábbról néztem a Hatházi Ákosnak. Engem nem hívott ezzel senki. Folyik közélem kutatás, azt tudjuk. Több közélem kutató is mér a kerületben, mondom, különböző pártok megbízásából. Engem is hívtak, már nem a kutató, hanem olyanok, akiket fölhívtak, hogy rólam kérdeztek. Én ezzel nem háborodtam föl. Hát kérdeznek ez a dolguk. Ja, én egyelőre nem találom a Hatházi Ákos oldalán, hogyha a nézőim, hallgatóim dörö.fialajanoskukac@gmail.com elküldik, hogy hol van az a kép. Április 10-e nincs, április 11 nincs, április 11 nincs, április 11, 12, 12, 12, 13. Hát én itt nem találom ezt a fényképet, ahol bedobja. Megkerestetem, most én se látom. De volt olyan fotó... Jó, de azért van annak jelentősége, hogy van-e ilyen, vagy sem. Ha látták, akkor biztos, hogy van. De, jó, én nem találtam vannak meg. Olyanok, ahol az aktivisták körében ott áll a helyi alpolgármesteres. A helyi momentumos alpolgármester osztja ezeket a szórólapokat, hordják. Én csak arra hivatkozott, hogy ez a Facebook oldalon van, néztem, nem találtam. Azt kérdezem öntől, hogy én azt láttam, hogy, tehát, hogy az etikai kódex megsértése miatt szándékoz megírni egy jelentést az etikai kódex megsértése kapcsán, ez 16-án, mondtam, a 20-a van, végül is ezt a beadványt megírták-e és elküldték-e? Elkészült, még nem küldtük el, még egy utolsó egyeztetésre vár, de egyébként ezeket tartalmaz a pontosítunk. Egyeztetést minden... amivel kapcsolatban? Egy jogásszal egyeztetünk, aki a beadványokat készíti, hogy bele lehessen később kötni, hogy nem valami nem szakszerű, de ennyi, nem egyébként nincs semmi. Tartalmi részében nincs probléma. Tartalmi részében leírjuk azt, hogy mit tapasztaltunk ott a kerületben, mit tapasztaltunk egyébként az országos médiában, azután, amiután ezt az etikai kódexet a pártok vezetői aláírták, és mégis meg csak ismételni tudom magamat, hogy arra szeretnénk kérni a pártok vezetői, hogy szerezzenek érvényt az abban leírtaknak.
Hadházi Ákos azt mondja, mindenképp örülne egy nyilvános vitának, és szívesen állna elébe, ez még mindig a HVG, Tóth szerint viszont egyszerűen nincs miről beszélnünk, engem az ott élő emberek élete érdekel, nyilatkozta ön, ezért választottak meg kétszer, pedig többször is elmondta, hogy nem akar helyi politikával foglalkozni, ez tény, ezt itt is elmondta, és nem is érdekli. Mondjuk az egy másik kérdés, hogy közben másféleképpen beszél és másféleképpen cselekszik, mert a korrupció ellen harcol, nincs közös témánk. Azt egyszer is mindenkorra kijelenti, hogy tuti, hogy nem lesz önök között vita? Nem, én ezt nem mondtam, hogy nem lesz. Sőt, meg hogy ha lenne ilyen felkérés, akkor nem állnék vele, erről szó nem volt. Ez egy más összefüggésben elhangzott kérdés volt. Nem tudom, valami más kerület kapcsán hangzott el, hogy nálunk várható. Nálunk ilyen kezdeményezés még nem volt. Mondjuk, talán az első kerület ott Kálmán Olga, Berg Dániel, Tordai Bence. Igen, ott... talán ennek kapcsán kérdezték meg, de az, amit mondtam, hogy valóban, hát ugye nehezen találunk közös témát majd, hiszen én egy gépészmérnök vagyok, egy állatorvos. Ez olyan, mintha én egy sok versenyen indulok, ő meg egy ketrezharcba akar kiállni. Tehát nehéz lesz megtalálni, de megtaláljuk. Hát jöjjön, szívesen vitatkozok vele. Zuglóról, Zugló jövőjéről, zuglói problémákról, bárkivel, bármikor. Ez most hangzik el először. Mert még nem kérdezte tőlem senki így, ezért most tudom először elmondani. Jó, közöttünk már szóba került. Annak a formája, hogy hol, milyen körülmények között jöhetne létre egy ilyen vita, azt az önök embereinek, vagy önöknek személyesen, konkrétan kéne egymással tisztázniuk? Hát személyesen is tisztázhatunk bármit, csak személyesen mi még az életben nem találkoztunk, nem beszéltünk. Tehát ő úgy jött oda az uglóba, mondjuk, hogy még arra nem vette a fáradtságot, hogy megkeresen és beszéljünk bármiről is, de hát én szívesen látom, úgyhogy örömmel látom, hogy jön, megbeszéljük, hogy tudunk-e erről beszélni későbbiekben. Rendben van, akkor ezt én csütörtökön meg fogom tőle kérdezni. Számomra megtisztelő, ha itt lenne, de én semmilyen vonatkozásban nem ragaszkodom hozzá, sokkal fontosabb, hogy létrejön ez, semmint, hogy most ez a műsor, vagy az én személyem ebből a szempontból mennyit játszik. Menjünk tovább időben. A következő menetben alapvetően a Zugló TV-ről lesz szó, amelyben tagadhatatlanul magam is dolgoztam, kétségtelen, hogy még a Zuglói Információs és Média Csoport Kft. Megalakulás előtt Bakás Tibor Settenkettővel a Két Csaposok címmel dolgoztunk még az időközi, nem is az időközi, az az önkormányzati választások idején volt. Hiszen volt egy időközi is, de az ennek más időpontja volt, és más apropója. Hadházi Ákos azt is kifogásolja, hogy április 1-én Harangozó Tamás, Hadházi jöjjön vissza Szekszárdra, április 7-én Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, az MSZP teljes mellszélességgel támogatja Tóth Csabát, aztán április 14-én Hiller István volt a vendég, Tóth Csaba jó, Zugló jó képviselő, én azt akarom, hogy a továbbban is Zugló jó és eredményes képviselője legyen, ami aztán később Facebook hirdetésben is a Zugló TV-ben megmaradt. Ez egyébként foglalkoztatta más vonatkozásban is az újságírókat és a politikát, ugye ugyanúgy összefoglalják, mint ahogy én, Horváth Csaba is volt, ő se gondolja másféleképpen, a Reflektorban című műsorban beszélgettek erről a polgármesterrel, aki közölte, hogy egyetért Harangozó és Tóth kijelentésével, szerint a Hadházinak egy olyan kerületben kéne indulni, ahol nagy a korrupció, a Momentum pedig a végén az MSZP véleményének ellenére is úgy fogalmazott, hogy indítja Zuglóban Hadházi Ákost. Hadd kérdezzem meg, hogy jelen pillanatban és akkor még mielőtt ebben elmerülnénk, profán a helyzet, hiszen április 14-én az új köztemető szóróparcellájában a család, a barátok és a kollégák szűk körében vettek búcsút Murányi Marceltől, és ezt követően egyebek között az általa kreált információs központról is lesz szó, vagy főleg arról, Zugló Információs és Média Csoport Kft.-ről. Beszélgessünk a Zugló TV státuszáról. Mi a Zugló TV státusza? Hát a Zugló TV. Én ezt értem. Helyi TV, helyi politikával, helyi kérdésekkel foglalkozik.
Ugye mint itt... ahogy más ilyen kis kerületi helyi tévék, ő is ellátja azt a feladatot, mint minden más. Jó, de itt van két dokumentum is a kezemben, pontosan mondva egy dokumentum és egy cikk, amit a Kétfarkú Kutyapárt jelentetett meg, mind a kettő tavaly nyári. Az egyik azt mondja, hogy a Zugló TV és a Zugrádió továbbra sem tartozik a ZIM-hez, ezekkel a külső szolgáltatókkal egyedi megállapodást köt a cég, a tartalomszolgáltatást illetően bármit is jelentsen ez, mondja a Kétfarkú Kutyapárt. Ugyanakkor a Murányi Marcell által írt dokumentum Zugló Információs és Média Csoport Kft. Szó szerint azt mondja, hogy mindjárt mondom a pontos részleteket, azt mondja, ötödik pont a Zugló Információs és Média Csoport terméke és feladatok, a zugló.hu, a Zuglói Önkormányzat honlapja, a Zuglói Önkormányzat a Facebook oldalán, amely honlappal összehangolva, a Zuglói Lapok hírei mellett folyamatosan támogatja a Zuglói Lapokat. Aztán azt írja, hogy a Zugló TV, amelynek közszolgálati, közösségi és szórakoztató tartalmakat kell gyártani, mellett gondoskodnia kell a testületi ülések közvetítéséről és szerkesztett összefoglalójáról. A Zugló TV tartalmait a zugló.hu-n, a Zuglói Lapokban, a Zuglói Facebook oldalon és a Zugrádióban, valamint az együttműködése keretében az országos lefedettséggel rendelkező médiumokban kell promotálni, ami aktív kapcsolatot jelent az országos piacon jelenlévő tartalomszolgáltatókkal. És aztán jön a Zugrádió, de nem akarom húzni az időt. Azt kérdezem öntől, hogy a Zugló TV önkormányzati tulajdonban van-e vagy sem? Nem, hát ez egy magántulajdonban levő cég. 20 nem tudom hány éve létezik, azóta csinálja, van szerződése az önkormányzattal, amit az előbb említettem, egy megállapodás, amiben az önkormányzat részére is jár végez műsorokat, de azon kívül ettől függetlenül is teszi a dolgát. Ez egy, ahogy mondta, ez egy közszolgáltatásra foglalkozó helyi tévé. Úgyhogy nem az az egyetlen egy tevékenysége, hogy az önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzi, azon túl is. Jó, hát előtte itt van a heti műsora a Zugló TV-nek, de most ettől függetlenül, amennyiben ez a jogi státusz, amit ön mond, már pedig ön ért a joghoz, akkor hogy létezik az, hogy ez a Zuglói Információs és Média Csoport Kft. Zuglói önkormányzata integrált információ és tartalomszolgáltatási modelljének tervezete és stratégiája készítette Murányi Marcell, ezek szerint a tervezetet vagy nem fogadták el, vagy hogyha elfogadták, abban az esetben úgy fogalmaz ez a Zugló TV-ről, amely egyébként olyan mértékben van alárendelve ennek a konglomerátumnak, ennek a ZIM-nek, mint hogyha egyébként a tulajdonosi jogosultságai is lennének. Ez hogyan van? Hát ez van egy megállapodás, egy szerződés a két cég között, azt pontosan nem tudom, hogy mit tartalmaz az, amit abban foglaltak, az szerint tud valamiféle irányítást gyakorolni felé, vagy számon kérni rajta. Tehát, hogyha kötöttek egy szerződést, abban valamit vállalt az Zugló TV, azt tudja az önkormányzatnak a cége számon kérni, és gondolom ezért az együttműködésért fizet. Ez nem azt jelenti, hogy a tévét irányítja az önkormányzat cége, hanem a megállapodásban foglalkozik. Ez a tervezet, amelyről nem tudok, hogy ne fogadták volna el, ez ugye így fogalmaz, amelynek közszolgálati, közösségi szórakoztató tartalmakat kell gyártania, gondoskodnia kell a testület ülések közvetítéséről, szerkesztett összefoglalójáról. Ön tud arról, hogy a Zugló TV egyébként közvetíti az önkormányzati üléseket már akkor, hogyha egyébként nincs pandémia, ezt júniusban fogadták el, tehát átmenetileg kellett, hogy legyen olyan önkormányzati képviselő testület ülés, amelyet a nyár folyamán közvetíthettek volna. Hát én szerintem ez, amit most ez a tervezetet, amit itt felolvasott, szerintem azután készült, amiután már nem voltak önkormányzati testületi. Ez június, tehát ennek következtében a teljes nyárot van, június elsőjei. Akkor nem, ez valószínűleg ez akkor készülhetett. Ugye minden költségvetés elfogadás előtt a cégek készítenek működési terveket, tervezeteket, amivel leírják, bemutatják, hogy az ő tevékenységük az miből áll, mert ugye a költségvetést alá kell támasztani, hogy miért kérnek forrásokat az önkormányzati költségvetés elfogadása során.
és gondolom ahhoz készült ez is, és az a költségvetés az ugye most lett évelején valamikor elfogadva, annak a részeként szerepelhet az, hogy egy adott önkormányzati cég az miből tud gazdálkodni. Én ezt értem. Ez van benne, ha ez van benne, ezt fogadták el, nem tudom mondom, hogy ez van-e benne, vagy ezt fogadták el, ha ez van benne, ezt fogadták el, majd akkor, amikor elindul a normális önkormányzati működés a véged ezt a járványnak, akkor valószínűleg ki ennek meg kell felelni, hogyha ezt írta alá, ezt vállalta, akkor ezt meg kell tenni. Ami a kétfarkú kutyapárt fogalmazványát illeti, az azt írja, hogy tavaly történt, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett rezsi 2020 pályázati eljárás harmadik fordulójában tartalmi okok miatt nem részesítette támogásban a Zugló Televízió nevében pályázó Label 84 Kft-t, akiről ők akkor hallottak először. Ön tudja azt, hogy ez a Label 84 Kft. Ez kihez tartozik? Hát ennek vannak tulajdonosai hozzá. Igen, ezt kérdezem. Nem tudom, én nem találkoztam soha tulajdonosával. Az, hogy pedig nem kap meg egy médiahatóság pályázatát, nem nyertes, hát nincs úgy csodálkozni, nem kormánypárti a telepis ezek szerint, és ezért nem tud sikeresen szerepelni ezeken a pályázatokon. Egyenes kérdésre lehet egyenes választ. Önnek van tulajdoni részesedése a Zugló TV-ben? Nincsen, nem is volt. Ez megint ugyanolyan aljas rágalom, amit itt terjesztenek. Én kérdeztem, én nem terjesztettem, én csak kérdeztem. De csak hallottam, hogy voltak olyan beszélgető partnerek, akik csúsztatnak, meg sejtetnek, meg vagy érdekeltségköre, semmi közön. De tudja azt, hogy ki a Zugló TV? Nem tudom mondani, én nem találkoztam soha tulajdonosan. Az ügyvezetőjét ismerem természetesen, hisz engem is többször meghívnak a műsorba, bele vagyok kapcsolatban. Oké, tehát nem önkormányzaté, nem az öné, és az, hogy kié, azt viszont ön nem tudja. Nem, én nem találkoztam vele soha. Jó, csütörtökön lesz egy beszélgetés Hatházi Ákossal, és azt követően el kell tudni döntenünk, immáron hármasban, hogy hogyan haladjon tovább a szekér. Én ritkán örültem valaminek annyira, mint most, hogy nekem semmilyen szerződésem nincs a Zuglói Önkormányzattal, amely ideig húzódott, és aztán én magam részéről lemondtam róla. Hosszú ideig együttműködtem az önkormányzattal, és független attól, hogy abból milyen problémák származtak, én az összes önkormányzattal való együttműködésre büszke vagyok. Tehát még csak valami egyéb jelző se fogok élni. Ebben a szituációban roppant kínos lenne. Így is a tárgyilagosságomat a legkülönbözőbb módokon vitatják el, de ez legyen azoknak a dolga. Az biztos, hogy amennyiben önök között bármilyen vita jönne létre, annak a lebonyolítására és levezetésére a Kejfej Jancsi nem adna alkalmat, mert nem hiszem, hogy bármelyiküknek is jót tenne az, hogy aztán ott elsősorban azzal foglalkozzanak, hogy egy korábban az önkormányzattal szerződésben lévő pacák milyen mértékben elfogult. Ennek én önöket nem teszem ki, ennek nincs értelme, aki a mai beszélgetés után azt gondolja, hogy én elfogult vagyok, az nyugodtan gondoljon bármit. Én azt szeretném önnek mondani, hogy ön is tisztában van azzal, hogy ennek így ebben a formában, hogy gyakorlatilag egy üzenőfüzetté válok Hatházi Ákos részéről önfelé, öntől feléje, annak semmi teteje nincs. Hatházi Ákos azt mondja, hogy nem foglalkozik zuglói problémákkal, ugyanakkor permanensen zuglóval foglalkozik, nem érdemi ügyekkel, de valamiféle irritációt hoz létre. Ha ezzel nem törődöm, akkor valójában valami olyasmiről feledkezem meg, amiről nem lehet. Ha viszont ezzel foglalkozom, az nem az a lényegi rész, amiről mi ketten eddig együtt beszélgettünk más zuglói potentátok megszólalása mellett, plusz még Városliget ZRT, ezek egymástól függetlenül léteztek. Tehát amennyiben ki tudunk alakítani valami modus vivendit, abban az esetben ennek van teteje, az pedig én egész egyszerűen etikai okokból, morális okokból nem tehetem meg, hogyha önnel beszélgetek, akkor ő számára ne biztosítsak lehetőséget, független attól, hogy abban tudná nekem segíteni, hogy mit jelent az etikai megállapot, az etikai kódexnek az a mondata, mely szerint a jelöltek a média kapcsolataikat a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják. Ez mi? Ez az. De ne haragudjon. Nem tudom, hogy aki ezt belefogalmazta, mire gondolt,
Nekem nincsenek média kapcsolataim, úgyhogy ezt nem tudom semminek a szolgálata válítani. Én örülök, hogyha megkérdeznek. Dehogy nincsen. Én önnek egy média kapcsolata vagyok, ezt én sohasem tagadtam. Nagyon sajnálnám, ha ennek egyébként vége lenne, hisz nagyon sok fontos dologról beszélgettünk mi korábban, ami az új embereket érinti. Csak azt értse meg, hogy az a hat párt, amelyik ezt aláírta, az egész egyszerűen egy olyan, és most én a tévedés maximális kockázatával mondom, olyan marhaságot fogalmazott ebbe bele, amivel egyben korrumpálják is saját magukat. Mi az, hogy média kapcsolat? Hogyha valaki rendszeresen szerepel egy műsorban, az nem média kapcsolat. De ha média kapcsolat, tétezzük fel, hogy média kapcsolat. De az mi az, hogy azt a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába fogják állítani? Ha ön holnap azt mondaná nekem, hogy ön nem áll rendelkezésemre, de szívesen venné, hogyha én beszélgetnék a mozigépész barátjával, akkor azért átmenetileg mégiscsak elvitatnám az ön elmebeli képességét. Márpedig ez a mondat erre vonatkozik, a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják. Ez micsoda? Hát ugye, nem véletlenül mondtam, hogy ami itt folyik, amit itt folytattak. De ezt a maga pártelnöke is aláírta, az Isten áldja meg. Igen, hát jó szándékúan gondolom, de pontosan... De jó szándékúan miért ír alá az ember hülyeségeket? Hát ezt tőlük kell megkérdezni, hogy aláírták, nem én fogalmaztam meg, nem én írtam, én próbálok aszerint működni, eljárni, megfelelni ezeknek az elvárásoknak, de még egyszer mondom, én nem rendelkezek semmilyen különös média kapcsolatokkal, nézem itt a politikai ellenfeleket, valószínűleg rendelkeznek, hisz nem véletlenül szerepelnek itt-ott-ott annyit, és nem véletlenül kapnak teret mondjuk. De ezt nem mondja, mert akkor mindjárt azt fogja gondolni, hogy az ön itteni jelenléte mögött is pénz van, pár pedig len, aki ezt kimutatja, az más csodára is képes. Hát látjuk, hogy itt sok csodára képesek, és akkor, amikor arra hivatkoznak, hogy hallottak valamit valahol valakitől, és az alapján próbálnak megfogalmazni állításokat, vádakat, rágalmakat valaki ellen, ez ugyanez a kategória. Ugyanerről szól, és emberesen mondtam, hogy ez könnyen az ellenzéki összefogás végét jelenteti, hogyha politikus betétársak mondjuk ilyen eszközöket használnak, ahol például itt a média kapcsolataik kapcsán próbálják ellehetetleníteni politikai ellenfeleket. Jó, nyilvánvaló, hogy ami a kapcsolatfelvételt illeti, arról meg fogom kérdezni Hatházi Ákost. Sajnos én már kinőttem abból a korból, amikor én szenzációra hajtanék, tehát nem fogom fölhívni önt csütörtökön, hogy akkor összehozzam önöket a tekintetben, hogy megállapodjanak arról, hogy mikor fognak találkozni. Nyilvánvaló, hogyha azt fogja mondani Hatházi Ákos, hogy végre azt mondta Tóth Csaba, hogy lehet vele vitatkozni, akkor vagy ő, vagy valamilyen embere önt, vagy az ön valamelyik emberét, nem tudom, hogy ez hogy szokott menni, meg fogja keresni. Ez nyilvánvalóvá fog válni csütörtökön nagyjából 7:30-ra, csütörtökön pedig a Hatházi Ákossal folytatott beszélgetés végére az is ki fog derülni, hogy ez a kettős megszólaltatás, mondván, hogy jelen pillanatban Zuglóban úgy tűnik, hogy önök ketten indulnak a mandátumért, milyen módon folytatható, kíváncsian várom a fejleményeket. Rajtam nem múlik. Én Zuglóról, zuglói kérdésekről nagyon szívesen beszélgetek tovább is. Előválasztáson nem sok értelmét látom, hogy bármilyen médiaterületen itt, ott, akárhol vitatkozunk, beszélgessünk. Nem ez a terepe, én úgy gondolom, nem itt kell megvitatni, nem itt kell a vitákat. Jó, ezt értem, de ne visszakozzon. Azt mondta, hogy ön egyébként hajlandó valamilyen vitát folytatni, vagy beszélgetést folytatni vele, de annak a körülményeit meg kell, hogy önök beszéljék. De ebből én nem visszakoztam, egy szóval nem ezt mondtam. Rendben. Én azt mondtam, hogy ha bármilyen lehetőség van arra, hogy Zuglóról beszélgessünk, azt szívesen folytatom. Ez nem visszakozás, én ezt továbbra is állom, hogy amennyiben érkezik egy ilyen kérés, egy ilyen igény, beszéljünk róla, eljön az ideje bizonyára, majd ha elindult a kampány. Hát hivatalosan még nem indult el az előválasztás kampány sem. De erre kérdeztem, hogy akkor nem indult el, akkor milyen etikai bizottsága, vagy milyen etikai vétsége lehet fordulni? Hát nézd, ugye jelöltek még, hát van, akit bemutattak, ő már jelöltként apostrofálja magát, de más jelölteket még nem kérdeztem, hogy az előválasztás például az MSZP párbeszéd jelöltek még nem lettek bemutatva, tehát hogyha nincsen bemutatva egy jelölt, akkor még nem tud elindulni a kampány sem, mert amíg valaki nem jelölt egy versenybe, addig olyan kampány olyan. Jó, hát ez az, amit ő állít, hogy mellettem kampányolnak a pártban, de nincs csodálkozik az, hogy kiállnak az én pártom vezetői mellettem.
az neki már kampányolás. Hát az lenne csoda, ha nem állnának ki mellette, mert mellette nem tudnak kiállni a saját pártja vezetőjének, pártja sincsen. Azt kifogásolja, hogy amikor a Zugló TV-nek a vonatkozó emberével beszélt, akkor ő azt mondta, hogy a 13. kerületi TV-ben lévő Bánó Bolgár műsornak a beemelésével van megoldva az, hogy az ő reprezentációja hogy alakul a Zugló TV-ben, magyarul, hogyha ő szeretne reflektálni mindarra, amit ön, Horváth Csaba, Tóth Bertalan, Hiller István, más potentát mond, Harangozó Tamás arra reagálhasson, erre volt az a válasz, hogy ő már ott van ezen bizonyos ismétlés kapcsán. De hát ugye egyről beszélünk, én mint jelölt még nem szerepeltem sehol, se az Zugló TV-ben, se sehol. Majd ha én mint jelölt szereplek az Zugló TV-ben, akkor joggal mondhatja azt, hogy egyébként akkor ő is, mint jelölt, ott megjelent. Úgy tudom, hogy erről ugye tájékoztatták, hogy amikor már jelölti viták lesznek, amikor jelöltek lesznek, minden jelöltnek ugyanúgy lehetőséget fognak biztosítani. Jó, tehát ugye itt még nem tartunk, hát még én sem vagyok jelölt, hogy egy kicsit korán veri az ajtót. Ez ügyben, amikor, azt lehet tudni, mikor kezdődik ezzel? Hát amikor a pártunk bemutatják a jelölteket, akkor indul el előválasztás a mi részünkről. Jó, nagyon szépen köszönöm, azt pedig önnek kell megértenie, hogy egészen addig, amíg semmilyen szerződés nem volt, addig könnyű volt beszélgetni Horváth Csabával, ugyanakkor ebben a mostani delikált helyzetben, ami kialakult Hatházi Ákos és ön között, ráadásul ebben ugye a legkülönbözőbb pillanatokban vagyok, a legkülönbözőbb szereplők által öntől ilyen nincs, részrehajló magatartással vádolva, vagy meggyanúsítva, az biztos, hogy a közeljövőben én Horváth Csabát nem fogom felhívni, hiszen legutóbb abban állapodtunk meg, hogy ő fog engem hívni, ez hetek, hónapok óta nem következett be. Én most nem szeretném a magam helyzetét azzal nehezíteni, hogy olyan lépést teszek, amivel kapcsolatban a saját etikai kódexem letilt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. Viszont hallásra. 061-9